legyen szíves a vanília fegyverből 500 g-ot ebből a tégelybe beleszedni. Július 1-től indítja hivatalos nyári ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Tájékoztatta televíziunkat a megyei Adó és Vámigazgatóság sajtóreferense. Magyar Norbert elmondta, minden évben így most is a szezonális termékeket és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat ellenőrzik majd. Tavaly a nyári ellenőrzési akcióban 235 ellenőrzést végeztek el az operatív osztály munkatársai. Közel 40%-ukban állapítottak meg valamilyen jellegű hiányosságot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a számla és a nyugtaadásban találtak hibát, hanem abban is, hogy az alkalmazottakat szabályszerűen jelentik-e be a foglalkoztatók, illetve hogy a pénzkészlet megegyezik-e a pénztárgépben lévő összeggel, illetve a bizonylatvallási fegyelemben vezetettekkel. A megyei adó- és vámigazgatóság arra is figyel, hogy olyan revizorok dolgozzanak a térségben, akiket nem ismernek fel a vállalkozók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei revizorok általában más megyében is előfordulhatnak, és ugyanúgy más megyei revizorok jelenhetnek meg az itteni vállalkozások ellenőrzésére. Ez azt jelenti, hogy ezekben a cseremegyés akcióban azokat az operatív ellenőröket próbáljuk meg bevonni, akiknek az arca kevésbé ismerős a vállalkozásuk számára, tehát akár Hajdú-Bihar megyéből, akár Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkező revizorok is megjelenhetnek ezekben a fesztiváli környezetekben, vagy azoknál a szezonális árusoknál, akik ebben az időszakban megnövekedett forgalommal számolhatnak. Nem csak a NAV, többek között a NÉBI és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali főosztályának munkatársai is ellenőriznek nyáron. A revizorok szinte bárhol vizsgálódhatnak, leginkább az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeket keresik fel, például éttermeket, fagylaltozókat, fesztiválokat.